Jó estét kívánok! Igazi nyári nap volt a mai. Sok napsütéssel, kevés felhővel, élénk északkeleti széllel, és délutánra 22-27 fokig melegedett fel a levegő. A folytatás is hasonló jó időt ígér. Ha megnézzük a műhold felvételt, akkor láthatjuk, hogy kontinensünk felett olyan igazi légörvény, amely időjárás módosító hatással bírna, nem fedezhető fel, tehát maihoz hasonló időre számíthatunk holnap is. Úgyhogy következik mindjárt az előrejelzésünk. Az éjszakai órákban kevés felhő lesz az égen, és 10-15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a maihoz hasonlóan sok napsütésre számíthatunk, időnként kisebb gomoly felhőképződés lesz, de csapadék nem várható. Élénk lesz viszont az észak-keleti szél. És hogy mennyire élénk az észak-keleti szél, ezt a legjobb, ha megnézzük, hogy tavaink térségében mire számíthatunk holnap. Az első oszlop a szél irányát, a második az erősségét kilométer per órába, a harmadik oszlop pedig az esetleges viharfokozatokat jelzi. Nézzük meg mindjárt most, hogy vajon hány fokosak a vizeink. Nagyon jól mutatja a táblázat, hogy meglehetősen magas hőmérsékletűek, mindegyik fürdőzésre alkalmas. És közeledik a hétvége, valószínűleg többen szeretnének külföldre menni. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a tengerek vizén. Mint láthatják, az is kellemesnek ígérkezik innen nézve legalábbis, kivétel természetesen a Balti-tenger. Én búcsúzom is önöktől, köszönöm figyelmüket, szolgálatunk nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek.